akkora kánikula van, hogy az embernek újra kell gondolnia szerintem a bőrápolási rutinját, hanem az egész életstílusát ebben az őrült hőségben, és ez az őrült hőség úgy az agyunkra ment, hogy óriási, rég nem látott akcióval is készültünk nektek, akár 20% kedvezményt is kaphattok, erről részletek a videó végén. Sziasztok, én Tajti Ildi vagyok, enyém a Tindigo kozmetikai márka, és emellett online bőrápolási konzultációkat is tartok. Volt már ugyan egy ilyen nyári rutinnal kapcsolatos videó, amit itt találtok, de abban főleg inkább azt a témát veséztem ki, hogy lehet-e kémiai hámlasztót, retinolt használni nyáron, ha igen, miért igen, ha nem, miért nem. Ebben a videóban pedig olyan termékeket ajánlok nektek, illetve néhány tippet, amik elviselhetőek ilyen óriási hőségben is. Ugye a bőrünk az, ami elválaszt minket a külvilágtól. Tehát természetesen reagál a bőrünk arra, hogy hogyan élünk, hogyan táplálkozunk, hormonális változásainkra, a stresszre, mindenre, de ugyanígy reagál a külső környezeti hatásokra is, mint amilyen az időjárás, jelen esetben ez az őrült kánikula. Ilyen melegben a bőr fagyú termelése az fokozottabb, sokkal kevésbé szokott kiszáradni, bár a vízhiány ilyenkor is jelen tud lenni, illetve sokkal könnyebben megéghetünk a napon, tehát abszolút fokozott fényvédelemre van szüksége a bőrünknek. Amit én szoktam javasolni, néhány ilyen nagyon-nagyon kis könnyed tipp, az első az az, hogy nyáron a bőr fokozott zsírosodása az, ami többeknek problémát tud okozni, jó azt azért tudni, hogy külsőleg kozmetikumokkal kismértékben lehet visszafogni a bőrnek, vagy akár a hajunknak a zsírosodását, hogy ilyen nagyon-nagyon nagy csodát ne várjunk, viszont ami segíthet, az egy zsíros bőrre való lemosó, mint például a Tindigo Balanced Dent Pure, ez tud segíteni egy picit normalizálni talán a bőrünk zsírosságát. Aztán utána érdemes egy vizes állagú szérumot használni. Nagyon szoktátok szeretni nyáron a Tindigo Shake & Shine-t. Ez az a szérumunk, amit hűtőben kell tartani felbontás után, 3 hónapig áll még el, és nagyon jó kis hűsítő érzetet is ad a bőrünknek emiatt rögtön. Vizes állaga van, ezért egyáltalán nem fog elnehezíteni a bőrünket, és nagyon-nagyon erős anti-aging hatása van, 15% C-vitaminnal, aszkorbinsavval, ferulasavval. A vásárlói visszajelzéseink szerint ez az a termékünk, ami a legjobban halványítja a pattanás után maradt piros foltokat. És ha extrém zsíros a bőrünk, akkor nem kell feltétlenül hidratálót tenni utána, hanem jöhet jó vastagon a fényvédő. Ha nem olyan extrém zsíros a bőrünk, hanem kombinált, normál, esetleg kifejezetten száraz, akkor mindenképpen hidratáljunk utána. Az egyik ilyen bestseller termékünk az a Tindigo Hydro Queen, ez egy nagyon könnyed állagú hidratáló krém, amit bátran használhatnak zsírosabb bőrűek is, és akkor ezután a fényvédő. Ne felejtsétek azt, hogy árnyék, kalap és fényvédő, ez a szent háromságunk a nyáron, és kenjétek jó vastagon, és lehetőleg 2 óránként újra. Amit nem javaslok, viszont a fényvédős videómban nagyon részletesen kifejtettem már nektek, azok az ilyen propánbután hajtógázas fényvédő permetek, mert annyira vékonyan teszitek föl, hogy szinte semmit sem ér, és ugyanez igaz az SPF tartalmú puderekre, ahol szintén mondjuk az 1/10-ét tesszük föl annak, ami meg is védene minket konkrétan. A Tindigo Hydro Queen-t egyébként bátran lehet használni reggelre, vagy estére is, azért is nagyon jó, mert segít a bőr barrier, vagyis védő funkcióit újraépíteni, segíti, hogy a bőrünk egészségesen tudjon működni, és segít a vízhiányt is orvosolni, vízmegkötő összetevőkkel, van benne hialuronsav, glicerin és betain is. Amit nagyon imádtok még a nyári időszakban is, az a Luxury Peptide Boosterünk, ugyanis ennek nagyon-nagyon könnyed vizes állaga van. Kétféleképpen lehet használni, hogyha szeretnétek kihasználni azt, hogy az EU-ban engedélyeztethető max peptid mennyiséget beletettünk, és ez egy tényleg szupererős booster, akkor toljátok úgy, mint én, hogy magában, én tenyérre szoktam egyébként ezeket a pipettásokat tenni, és a tenyeremből szoktam felütögetni, szemkörnyékre is mindenképpen menjen ez a peptides varázslat, vagy az is egy megoldás, hogy a Tindigo Hydro Queen-be kevertek egy pár cseppet a Luxury Peptide Boosterből, és akkor így kaptok egy jó kis peptides hidratáló krémet, amit szintén lehet akár reggelre, akár estére használni. A vízes állag az tényleg azért jó, mert nekem ugyan szárazabb bőröm van, úgyhogy mindenképpen azért éjszakára teszek még biztos
vízzel hidratálod, de hogyha valakinek nagyon-nagyon zsíros a bőre, ezt a vízes állagot azért még akkor is egészen biztosan el fogjátok viselni. A másik, amit még ajánlnék, az a Tindigo Moisture Glow Peptide szérumunk, ez is már egyébként nagyon erős. A peptideknek egyébként még van egy olyan jó hatása, azoknak a peptideknek, amiket ezekre tettünk, hogy a napkárt is segít javítani, de nem okoz fényérzékenységet, mint egy retinol, ez ugye nyáron különösen jól jön. Imádom a peptideket, nem tudok elég jól mondani, beteszünk nektek a blogcikket, amit a peptidekről írtunk. Nagyon jó az a cikk, ilyen varázslatosan jók a peptidek is. Nagyon-nagyon sokat tud segíteni mimikai ráncoknál is, tehát anti-aging szempontból is kiváló, úgyhogy valamilyen peptidet érdemes betenni a rutinotokba hosszú távon, mert hosszú távon fejti ki egyébként jól a hatását. Nyáron nagyon szeretitek még a Proud and Age C-vitaminos szérumunkat is, ugyanis nagyon-nagyon jó, szintén azt tudom mondani, hogy a visszajelzéseitek alapján, akár még egy napégés után is. Ugye ez nagy kiszerelés, úgyhogy tudjátok kenni tetőtől talpig, testápolónak is sokan használjátok, anti-aging testápolónak, de hát dekoltázs, kar, és persze az arcotokra is bátra, mellszemkörnyékre is akár. Ez is nagyon-nagyon könnyed állagú, tehát ez az egyik legkönnyedebb állagú hidratálónk. Nagyon-nagyon jó érzés még így nyáron is, ez is mehet nyugodtan akár a reggeli rutinotokba is a fényvédő előtt. De ha testre szeretnétek valami extra anti-aginget, akkor nyugodtan éjszakára is bekehetitek vele magatokat. A reggeli rutinnál érdemes még elgondolkozni a Red Velvet-en, amit most már, hogy ugye bő fél éve hoztuk forgalomba, már rengeteg visszajelzésünk van. Imádják a rozaceás bőrű vásárlóink, az extrém érzékeny bőrű vásárlóink, nekem is ez az egyik kedvenc szérumom, a Red Velvet. Reggel vagy a Shaken Shine-t, hidrokvint és fényvédőt szoktam használni, vagy a Red Velvet-et és fényvédőt szoktam használni. Ez a Red Velvet nagyon-nagyon bevált az én nagyon érzékeny gyulladásra hajlamos bőrömre, anyukám rozaceájára, és számtalan vásárlói visszajelzésünk van már most arról, hogy gyulladt érzékeny bőrök jól tolerálják ezt a szérumunkat, de a Bright and Beautiful 20% magnézium aszkorbil foszfátos szérumunkkal sem tudtok mellélőni. Ugye a kettő között az a különbség, hogy a Red Velvet-et azt kifejezetten egy olyan reggeli szérumnak fejlesztettük ki, aminek van szintén UV-védő hatása, és az oxidatív stresszt mérsékeli, de hát véd minket az ilyen külső környezeti hatások ellen, amik öregítenék a bőrünket. Ha rutin kell összeraknotok, akkor én azt mondanám, hogy reggelre tegyétek be a Red Velvet-et, a Bright and Beautiful-t vagy a Shake and Shine-t, és estére pedig tegyétek be valamelyik peptides szérumunkat, és hogy garantáltan nem lőttök mellé anti-aging szempontból. Az Ultimate Jolly Joker termékünk pedig így nyára, az a Soft and Silky enzimes peeling, erre a termékünkre vagyok nagyon-nagyon büszke, a többire is, de ez egy nagyon különleges termék. Nem is nagyon tudok még egy ilyen hatékony peelingről, ami bőrbarát pH-n fejti ki a hatását, és ezt azért hangsúlyoznám ki, mert a klasszikus enzimes peelingek, amik még régen papainnal működtek, meg ficinnel, azok enyhén lúgos közegben működtek, és le is kellett állítani a hatásukat valamilyen savasabb pH-jú tonikkal. A kémiai hámlasztó pedig csak nagyon alacsony 4 alatti pH-n tudnak működni, ami az érzékeny bőröknél szintén irritációt okozhatnak. A retinol sem mindig mindenkinek opció, például terhesség alatt a nyári időszakban sem sokan használják annyira szívesen. Ezért alkottuk meg a Soft & Silky enzimes peelinget, ami bőrbarát pH-n iszonyatosan gyengéden és kíméletesen szabadítja meg bőrötöket az elhalt hámsejtektől. Természetesen a fényvédelem itt is fontos, de azért ez nem egy ilyen drasztikus hámlasztás, mint hogyha felszesztek egy erősebb kémiai hámlasztót vagy retinolt használnátok. És testen is lehet használni, önbarnitozás előtt is, erről is vannak már visszajelzéseink, én nem önbarnitozok, mint látjátok, de már írtátok többen, hogyha felteszitek az enzimes peelinget az önbarnitozás előtt, akkor szebb, egyenletesebb színe lesz az önbarnitónak, úgyhogy ezt is nyugodtan kipróbálhatjátok, hogyha van otthon, aztán írjátok meg, hogy működik. Készültünk nektek egy szuper kánikula akcióval is, mert agyunkra ment a hőség, ilyen nagy kedvezmény már régen volt, úgyhogy remélem, hogy örültök neki. Egy sávos akcióval készültünk nektek, minimum 2 termék esetén jár a kedvezmény, 2 termékre 10% kedvezményt kaptok, 3 termékre 15%, ha 4-et vesztek, akkor pedig 20% kedvezmény van. A díszdobozos összeállításainkra pedig körülbelül van 20% kedvezmény, azért mondom, hogy körülbelül, mert azokat egyedileg beárazva találjátok már. Kuponkód most nem szükséges, rakjátok bele a termékeket a kosárba, és a pénztárnál automatikusan levonja majd a rendszer a kedvezményt. Utólag nem tudunk
kedvezményt érvényesíteni, de nem fogunk tudni azt csinálni, hogy kétszer két terméket rendeltek, és akkor arra is megadjuk a 20%-ot, úgyhogy léci, ezt így gondoljátok majd át, mielőtt rendeltek, de csapjatok le akkor több Indigóra, álljatok össze a családban az anyukátokkal, apukátokkal, testvérekkel, vagy a barátnőkkel, és akkor rendeljetek egyszerre 4 terméket, 20%-kal már nagyon-nagyon megéri kipróbálni őket, vagy beruházatok a már kedvenc, kipróbált Indigo termékeitekből. Ha nem tudjátok, hogy mit választatok, és elbizonytalanodtatok, akkor a Indigo szépségreceptek VIP klubba lépjetek be Facebookon, csak a tagsági kérdések közül legalább egyre válaszoljatok, különben sajnos nem tudom jóvá hagyni, de nem lesznek nehéz trükkös kérdéseim. Ott fogtok látni termékajánlókat, előtte-utána fotókat, illetve a webshopba is írtak már rengetegen véleményt, ott is érdemes elolvasni a véleményeket, illetve egész hétvégén figyeljük az e-maileket, az info@szépségreceptek.hu-ra írjatok nekünk bátran levelet, ez az, amire garantáltan még a hétvégén válaszolunk, tehát telefonos ügyfélszolgálatunk nem lesz a kampány hétvégén, emellett pedig tudtak még minket követni a Indigo Instán, hogyha pedig tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy thumbs up-ot, iratkozzatok fel a csatornánkra, és találkozzunk jövő héten ugyanitt, sziasztok!